Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak! Folytatjuk akkor. Elhozok egy kazixot. Ha sikerül utolérnem. Úgy, jó. Elfelejtettem amúgy mondani, hogy ez is négybe dobott be eddig. Ezzel a teljesítménnyel. Tehát érdekesnek tartom egy kicsit ezt a fickót, hogy ugye arany négybe voltam, és igazából most két olyan meccsem volt eddig, amiben nem sikerült bejutnom a top 4-be, és mégis ez is 4-be bedobott eddig. Tehát fura, fura, igen, fura. Ebből még egy Morello is kijöhet. Na nézzük. Hajnalhozók. Nem működik az egerem már megint? Rákattintok, és így nem akarja a dolgokat. Nem csinálnak hajnalhozók, ugyanazt csinálják még mindig? Igen, tehát amikor az 50% alá becsökken az életerő, akkor visszatöltődnek. Tele vagyok kazikszokkal. Csapatom nem fog semmiből se állni, csak kazikszból. Úgy érdekes lesz. Igen, Janus szikrát tudok belőle csinálni. Hát figyelj, te megnézhetjük amúgy az orgyilkost. Ha a rendszer segít, és partner benne. Addig nem úgy néz ki. Mi ez a sok Vladimir? Valaki kiszedte már a Vladimirokat? Nem értem, mi ez a sok Vladimir. Tessék akkor. Ugye, két távolság van, igen. Így né. Tudom, itt kapsz még egy ilyet is. Nem tudom, hogy ezt a kettőt fel tudja fogni most a kétcsillagos Vladimir, majd mindjárt meglátjuk. A Kha'Zix jó szerepelt, a Kha'Zix is, a Kha'Zix is, és a Vladimir is. Pillanat, a Vladimir az micsoda? Az éjhozó és megújuló. Éhozók mit csinálnak? 8 másodpercen maximális életerőkkel arányos pajzsot kapnak ők is, na az jó. 50% életerő alá, hogyha bekövetkezik. Igen, 30% pajzs, 20% sebzés. Aha. Ha. De ezt is olyan, most nézem, ezt is azért nem egyszerű kirakni, mert kellene egy Seju, az is zöldbe van. És kész kifújt, utána jön két kék, a Lee-Sin meg a Yasuo. És utána meg még jön a Diana, meg gondolom az a Félios. Tehát ezt is, amíg kirakod... Ez úgy érdekes. De ahogy nézem, Vladimir még mindig viszonylag jól tankol. Hogy szintezted fel magadat ötösre? Mennyi pénzt kaptál? Jó sok pénzt kaphatott, hogyha már ötödik szintre ki tudta magát húzni a kollega. Én amúgy nem tudnám ki, mert nézzetek, még 8 arany kellene hozzá, és 7 van. Na, például itt van a Seju, Anina. Már megvan a Seju. Tudom, hova rakjam. Meg itt a Gragas is. Tehát akár még a hajnalhozót is ki tudom rakni. Egyelőre. Hajnalhozó, éjkeverő, bajkeverő. Meglátjuk.
Jó. A Kha'Zix az jó. A Kha'Zix az eléggé erős. Persze, természetesen, hogyha vannak tankok, amik felfogják itten a jó népet. Vigyem el, nem tudom elvinni a spatulát. Ugye a kard az állítólag mindig jó. És akkor lesz kard. Igen, a kard az mindig jó. Jó, trash eldob. Kha'Zix kirak. Hordozójának képességei az okozó tényleges vagy varázssebzés 33% életerőként tölti vissza. Vladimir Kári. Tudjátok, meg kellene még egy szoraka. Mert az egyben hajnalhozó is lenne. És akkor meg lenne a megújuló. Mondjuk a Rakan is jól jön, mert az is megújuló. Az is tovább tudna erősíteni a Vladimirt. Ez hihetetlen, hogy az Aatrox mennyire nem sebez semmit. Nagyon durva. Muszáj lesz. Muszáj lesz gyűjteni őket, mert még nem tudom, hogy mit akarok kirakni. Nem tudom, hogy mit akarok még csinálni egyáltalán. Nem, az Ion of Secret, nem. Ezt a pálcát, ezt félretesszük, mert hogyha jön még egy könycsepp, abból jöhet egy... Nem tudom, mi a neve. Mindjárt megnézzük. Na, tedd le. Úgy, köszönöm. Tehát abból egy arkangyal pálca jöhet, és az még mindig jó a Vladimirre. 45%-a, tehát a maximális manájának 45%-a egyelő bónusz varázserőt kap, és ez a bónusz képesség addig érvényes, ameddig el nem nyomja a kép az ultiát, a képességét. Tehát akkor gondoljatok bele, akkor mennyit fog gyógyítani magán a Vladimir. Nagyon sokat. Ha esik egy könycsepp, természetesen. Tehát ugye itt azok a történetek vannak, hogy ha esik. A Gragas az jöhet, mert ő még csak egy csillagos. Úgyhogy jöjjünk át erre az oldalra. Lehet, hogy az éhozó bajkeverő hajnalhozó az, ami most itt az elején működni fog itt 11.15-ön? Itt az elején? Tehát lehet, hogy ez a tehát az éhozó, hajnalhozó, a bajkeverőről egyelőre még nem tudok nyilatkozni, mert ugye az a tankosságot segíti, hogy minél több életereje van a bajkeverőknek. De mint első sor, mint tank, a bajkeverő az teljesen jó. Abból a szempontból, hogy kiraksz mondjuk egy bajkeverő sort, mögé teszed a Vladimirt. A Vladimirhez nem tudnak hozzáérni, de hogyha át is ugorják a Vladimirt, és mondjuk önnek az orgyilkosok, akkor azok ellen meg talán fel tudja venni a versenyt a Vladimir is. Addig. Gondolom. Tehát, na. Aztán vagy. Megváltott misztikus. Hajnalhozó megújuló. Nem merem a két Kha'Zixot eldobni. Nem merem eldobni a két Kha'Zixot. Azok most kellenek. Lehet, hogy egy Pike-ot addig kiszedek. Lehet, hogy az orgyilkos kettő is jó jönne. Mert nézzétek meg, a két Kha'Zix úgy, hogy van, ezeket itt hátul eltüntette. Eltüntette az Ashe-t, meg nem tudom, hogy mi volt a másik. De azt is nagyon szépen eltüntette. De
Igen, jelenleg nálam a két Kha'Zix az, ami most nagyon-nagyon sebez. Jó, várakozunk. Ha esik, még egy ilyen öv, ami van a Vladimiren, egy ilyen óriások öve, az jól jönne, mert abból lehet csinálni varmogot. És a varmog az plusz 1000 életerőt ad neki. Tehát ő is jó tank lehet. És még sebez is, és még gyógyítja is magát. Tehát egy nagyon sok ideig fel tudja tartóztatni itt a jó népet. És nézzétek megint a Vladimirt. Itt van mögötte az egycsillagos Kha'Zix. És annyit visszagyógyított magán, hogy gyakorlatilag a Kha'Zix az itt is semmi. Lehet, hogy itt tank lesz? Itt ilyen tank dolgokat kell építeni? Ebben a játékba. Most olyat teszek, amit lehet, hogy nem kellene. Egyik Kha'Zixot lehozzuk. Mert meglegyen az orgyilkos 2. Mi lenne, hogyha kiraknám a megújulót, meg a lovast? És akkor lenne 5 darab 2-es bónuszunk. Az úgy érdekes lenne. Hát ez úgy kellemetlen volt. Túl nagy a támadási sebessége ezeknek a fékezhetetleneknek. Sajnos. Mert igen, amíg az ember kirakja az éhozót, addig úgy na. Hát a Rell az mondjuk nem lenne egy hülyeség. De mivel semmi nincs, semmi nem maradt. Azért akkor jön a Lee Sin, mert ő éhozó. Csak akkor ugye mit dobjak el? Ja, mondjuk egyelőre semmit. Főleg így, hogy megjött a Gragas is. Ugye itt vannak az éhozóim. Ja, akkor itt van a Soraka. Ki mennyi? 3-as a távolsága. Az a gond, hogy itt meg nagyon szét fogják szedni. Na mindegy. Egyelőre maradunk ki így. A kledet ugye azért szedtem ki, hogy a lovast is esetleg kirakhatom. Ha úgy alakul. Sebzés csökkenés, igen. Hogy a Szedzsuáni erősebbé váljon. Hogy neked már van egy Diannád. Aha. Az úgy érdekes. Na nézzük, most jön elvileg a... Az a fényár, vagy fénytánc tárgy, nem tudom, hogy mi annak a neve. Még próbálom így megjegyezni ezeket a kifejezéseket. Fényár tárgy. Igen, fény, ár, tárgy. Szerintem nem kérdés, hogy ezt fogom választani. És mehet a Vladimirre. És van itt még egy Kha'Zix. Na nézzük. Azért, hogy 25% esély van az ilyen karakterekre, de azért bedob egy csomó ilyet. Megváltott bűvajszövő. Hát egyelőre. Maradunk így.
Úgy tűnik, hogy a Vladimir eddig bírta. Nem olyan erős, mint régen. Vagy hát lehetne erősebb is. Ugyebár. Ha szerintem rámennék az éhozóra. De majd meglátjuk. Ez a tárgy, ez annyira jó, ez az újrakovácsolható. Nem, amit rettenetesen nem szeretem ezt a tárgyat. Annyira egy fölösleges dolognak tartom. Tehát a hősön alkalmazva eltávolítja róla az összes tárgyat, és helyett valami tök másik tárgyat. Tehát annyira lutri az egész, hogy most ez jó lesz, vagy nem lesz jó neked. Na jó, kezdjünk el gondolkodni. Most mondjuk, most mindjárt 7. szinten leszek, és 7 karaktert ki tudok rakni. Most akkor vagy eldobom a hajnalhozót, úgy ahogy van, és átépítem magam a éhozóra. Vagy nem tudom. De hogy ez így lassan már nem fog működni, az is biztos. Nem tudom, hogy mikor van az a pont, igen, amikor már így el kellene kezdenem átépíteni magamat. Mondjuk akkor, hogyha a Lee Sin meg a Yasuo is 2 csillagos lenne. Ha addig össze tudtam volna őket szedni annyira. Helyjaj! Meggondolandó. Mert itt most aztán mindenki esett. Most nem tudok ugye dönteni, most hajnalhozó maradjon, vagy... vagy mi? Vagy maradjunk így. Ilyen vegyes társaság. Mondjuk egy hajnalhozó négyet, meg egy éhozó négyet még mindig ki tudok rakni. Mi ez a Nida? Kha'Zix, tök jó lenne, hogyha az Ashe-t ütnéd. Köszönöm, mert... az meg közben szétkábít minket. De látom, igen, tehát most az érdekes, hogy a hajnalhozóba is látom a potenciát, meg az éhozóba is látom a potenciát. Tehát az, hogy az éhozóba most nem tudom, hogy megéri-e esetleg arra átváltani. És eldobni a... De ez az, most jön ugye a kérdés, hogy mit dobok el? Mert oké, a pánikot még eldobom, mert akkor ugye megszabadunk az orgyilkostól, de utána mit dobok még el? Igazából semmit. Hogy megmaradjon a hajnalhozó, megmaradjon az éhozó is, megmaradjon a bajkeverő 2. Igen, a hajnalhozó, ahogy nézem, az erős. Az erős. Nála is a... karma volt az, ami igazából szétlőtt mindenkit. Jó, de nekem kell a Sedzsu, mert ezt már nem... ezt már nem szabad így hagyni. Szedzsuánikat nem szokta dobálni a rendszer, azt is észrevettem. Az nagyon-nagyon-nagyon nehezen akar kijönni. 2 csillagosra. Azonban, mint hogyha nagyon kevés lenne. Jó.
Tehát egyelőre így. Na már most. Eldobjuk a pálykot, kiétesszük a lévszint. Megvesszük a szorakát. És szintezünk. Legyen így. Legalább ott hátul mindenkit rázzon meg a záram. Igen, a Vladimir meg a Karma. Meg a Kha'Zix. Azok most nagyon erősek. Éjhoz orgyilkos! Visszatanom rakni az orgyilkost is. Ha arról van szó. Csak akkor szintezni kéne. Elengedjem az 50 aranyat? Elengedem a Yasuo-t. Egy. És akkor így meglett az éhozó, meglett a hajnalhozó 4. Van megújuló, bajkeverő, orgyilkos. Na, Vladimir? Miért ilyen lassú ez a Vladimir? Olyan lassan üt. Olyan lassan csinálja a dolgokat. Annyira fura. Még két kicsi Kha'Zix kellene amúgy, és akkor tök jó lenne az egész történet. A Félios akkor már nem kell nekem. Szerintem egyelőre megtartom, jó, a Félios, mert nem tudhatom. Egy box kesztyű. Riven nem kell. Szerintem már te se kell lesz. Szintezzünk. Talán túlélem, és elérem a 9. szintet. Talán. Box kesztyű. Mire jó ez? Utolsó lehellet, vagy higany? Akkor higany. És hátra tudtam rakni? Nem tudtam hátra rakni, na mindegy. Mindenki olyan gyorsan üt, meg lő, meg minden. Jó, egy embert legalább kilöktem. Ja, te voltál a legutolsó, bocsánat akkor. Jó. Ötvehat kellene? Jó, csak fölmerül a kérdés. Ha el is élem a 9. szintet, mit rakok ki? Kirakok még egy Kha'Zixot. Megvan a kérdésre a válasz. De akkor az a Félixra nincs is szükségem. Nem? Na, majd mindjárt kiderül. Igen, Gália most mindenkit magával rántott. Jó, végút azt elintéztük. Kétszer is megpróbáltam ugye Vladimirt átállítani. Na, az égnek, a Szedzsuaninak volt annyi esze, hogy ráfordult, megfordult, és azt kezdte elütni.
Jó, nem érünk rá. Muszáj lesz. Menjenek ki az orgyilkosok. Aztán majd meglátjuk a dolgokat, hogy hogyan tovább. Nem Rel, nem Draven, nem Vel'Koz. Végül. A végül most elgondolkodok. Mennyi pajzsot kap az olyasó? A világegyetem összes pajzsa nála van? Ja, és még vissza is gyógyítja magát, hát nyilván. Vissza is jött. Jó, ezt most jó, hogy lelakatoltam szerintem. Na nézzük, miből élünk. Hát a Lissiről kellene az a tárgy. Nekem is. Elviszük a Draverről ezt, mert ezt rá tudom rakni a karmára. Hogy gyorsabban üssön. Gyorsabban lőjön. Inkább az a fontos, hogy gyorsabban lőjön. Még gyorsabban lőjön a karma. Tehát a karmára jó lenne egy gúnyzó is. Mert igen, nagyon lassan. Nagyon lassan pörög fel a karma. Szerintem. Na nézzük, na itt a karma végre. Nézzük így. Nézzük meg így. Igen, a Sedgeról jól jönne az a reflexi a karmára. Az a Lee Sin ez annyira okos, annyira jó. Fogta magát és hátrajött. Ez Z-hozó, hajnalhozó, ez jó. Ez nagyon jó. Ja, és sikerült a kélt átállítani a Viego-nak. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem. Itt a Viego. Ezt lelakatoljuk. Ezt lelakatoljuk. Tartogatom én itt a kazixokat, de nem fog már két kazixot még dobni, szerintem. De megtartom, mert mindig az szokott lenni, hogy eldobom őket, és utána dobálja egyfolytába. Úgyhogy nem. Mondjuk tény és vajon lehet, hogy azért dobálja, mert ugye eldobtam, és ugye akkor vissza kerül a ide a sorba. Jó, Viego, nagyon jó. Át lett állítva? Ugye az a gond, hogy most itt a felső részt nem látom, de ezek szerint át lett állítva, igen. Gyere, Viego. Ezen mi van? Hajnalhozó embléma. Mi a fene? Hol most adod a hajnalhozót? Érdekes. Hát nézzem. Se Kha'Zix, se Soraka. Itt a Kha'Zix. Itt van egy Kha'Zix. És ez hajnalhozó. Ja, ez hajnalhozó, igen. Akkor jót mondtam, ugye? Jót mondtam. Remélem. Hajnalhozó embléma. Itt a Soraka. Sokáig vártunk rá. Itt van még egy Viego. Szerintem megkapott-e.
És akkor te is, hogyha leeső 50% életerő arra, akkor legalább visszagyógyítod magadat. Kicsit problémás. Mondjuk eléggé szoros ez a meccs. Tehát a legelsőnek is 23 pontja van, nekünk van 17, az utolsónak most 6. Tehát itt nagyon-nagyon netes lesz itt ez a vége. Hogy ki az, aki képes fennmaradni. Mi van akkor, hogyha én átpakolom magamat? Lehet, hogy ez egy nagyon hülye ötlet. Megnézzük így, hogyha ezen az oldalon vagyunk. Akkor mi történik? Na végül, sikerül? Sikerült átállítani valakit, jó? Diánát sikerült itt elintézni, itt távolból. Jó, egy embert kilöktünk, nagyon jó. Maradtunk négyem, jó. Srácok, lányok, hölgyek, urak! Na hajnalhozó, éhozó működik. Mind a kettő szerintem. Hogyha még egy kazixot kapnék, akkor az teljesen jó lenne. Mondjuk ott volt a Diana, de... Itt igazából már all-in van. De igen, hadd nézzem. Tehát Viego, Karma, Vladimir, Lee Sin. Ezek nagyon jók. Viego, Karma, Vladimir. Tehát a Karma az iszonyatosan erős, tehát igen, hogyha Karmát akarunk építeni, Ajnalhozót kell, igen, meg szellemidézőt. Csak a Karmára akkor valami attack speed, vagy valami kell, hogy minél gyorsabban megcsinálja itt a dolgokat. Mert igen, az elején még nem sebez, vagy hát nem sebez, csak nagyon-nagyon lassan sebez. Legyen ez, most nem tudom ma. Itt már vége van, tehát igen, most vagy ő nyer, vagy mi, de második helyen mindenképpen bejövünk, a legrosszabb esetben is. És igen, a kadixok azok nem akartak jönni, azok elfogytak. Nincs több kadix. Kadix elfogyott. Pisztácia nem volt. Szerintem nem a Karmára kellene rakni, mert lehet, hogy a Sorakán vagy a Diánán sokkal jobban kijönne a Morello, de nem baj. Itt van a Kazix nálad? Akkor azért nincsen meg nekem a Kazixom. Jó, nem baj, téged nem foglak tudni legyőzni, én azt tudom, tiszta vagyok vele, teljesen jó, semmi baj nincsen. A hajnalhozót meg az éhozót kell akkor most megjegyezni, és akkor ezeket kell kiépíteni. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, nem sokára jön akkor a következő rész. De legalább van egy győzelmünk.